Jó napot kívánok, köszöntöm kedves nézőinket, ez itt az Enigma. Az Europol, azaz az Európai Rendőrségi Hivatal segítséget nyújt tagállamok bűnöldöző hatóságainak a súlyos nemzetközi bűncselekmények és a terrorizmus elleni fellépésben. Az Europol idei jelentésének fő témája a terror európai helyzete, a terrorizmus új trendjeinek elemzése. A trendekkel foglalkozunk tehát a mai adásunkban Kis Benedek József, nemzetbiztonsági szakértő segítségével. Köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket. Az Europol egy 20 éve létező szervezet, amely tulajdonképpen, ha jól tudom, összefogja a nemzetállamok bűnüldöző szerveit, és olyan átfogó és súlyos bűncselekményekkel foglalkozik, amelyek átnyúlnak a nemzetállamok határain, és hát elsősorban a terrorizmus, ugye az egyik a legfőbb stratégiai célpontja. Na most az idei jelentés is elsősorban a terrorizmussal, az új trendekkel foglalkozik Európában, és az érdekelne elsősorban, hogy milyen új trendek vannak Európában és Európán kívül a terrorizmusban 2018-ban. Az Europol az Európai Unió egyik ügynöksége, az Európai Rendőrség, amelynek fő feladata a szervezett bűnözés elleni küzdelem és természetesen a terrorizmus értékelése, az országoktól beérkező adatoknak a feldolgozása, irányadás, segítségnyújtás a tagállamok részéről. Hát tudjuk azt, hogy a szervezett bűnözés határokon átnyúló jelenség, amelyhez természetesen határokon átnyúló rendőrség is szükséges, és a trendeknek, tendenciáknak a megállapítása rendkívül fontos. Na most a Europol 2006 óta készít minden évben jelentést arról, hogy a terrorizmusnak az előző évben, tehát január 1-től december 31-ig milyen jellemző vonásai vannak. Fontos kérdés az, hogy ezt a jelentést úgy állítják össze, hogy figyelembe veszik, sőt alapul veszik a tagállamok által adott adatokat. Tehát tulajdonképpen azon alapul, hogy az adott tagállamok mit adnak meg, ezeket ők értékelik, és egy egységes formában körülbelül a 70-80-as oldalas terjedelembe adják ki, küldik meg az Európai Unió vezetésének, illetve a tagállamok vezetésének, egyébként pedig föl van téve az internetre is, tehát mindenki számára elérhető. Hát nyilvánvaló ezen a elérhető változaton kívül létezik még egy olyan, amely kifejezetten a belső tájékoztatás szolgálja, tehát van egy nem nyilvános része is. Most én olvastam ezt a jelentést, és tulajdonképpen a trendeket elemezve 4, illetve 5 fő kategóriát állapít meg a Europol idei jelentése. A dzsihádista terror az mindenképpen első helyen szerepel, aztán beszélnek nemzeti szeparatista terror cselekményekről, baloldali, illetve szélső baloldali politikai irányultság, vagy anarchista terrorcselekményekről, jobboldali, vagy nacionalista terrorról, és van egy be nem sorolt kategória is, amit neveznek bizonyos szempontból tematikus terrorizmusnak is, ami számomra nem volt teljesen világos, hogy mit jelent. Definiáljuk először ezeket a kategóriákat, hogy melyik mit jelent. Nyilván a dzsihádista terrorról van már egy képe a nézőknek, de hogyha végigmegyünk ezeken definíció szerűen, akkor azt hiszem, hogy nagyon világossá válik, hogy miről van szó. Igen, hát kezdjük a szeparatista, nacionalista indítatású terrorizmussal, amely tulajdonképpen számadatot illetően a legnagyobb számban fordult elő Európában, 2017-ről beszélünk jelenleg, és tulajdonképpen 3 országban, az egyik Nagy-Britannia, a másik Franciaország, és a harmadik két Spanyolországot kell említeni. Nyilvánvaló, hogy az ETA és az IRA-val van ez kapcsolatban. Na most tudjuk azt, hogy mindkét terrorszervezet jelentősen csökkentette a merületeinek a számát, sőt az IRA már korábban. Az ETA ebben az évben jelentette be, hogy nem fog terrorcselekményt végrehajtani, de ha az összes európai terrorcselekményt nézzük meg, a legnagyobb számú az ilyen nacionalista, indítatású, szeparatista motivációval rendelkezik,
rendelkező terror események, amelyek Európában történtek. Tehát a 2017. évben egyértelműen mennyiségi arányszámát tekintve a szeparatista, nacionalista indítatású terrorcselekmények a viszik legtöbb. Ez a legtöbb, még ez a dzsihadista terrorcselekmény is igen, több. Érdekes, ez azért érdekes, mert ugye a médiában ez egészen más súlyosítatban. Ez a lényeg az egész, hogy a média nem így mutatja be, de azt is megmondom, hogy miért, mert ennek is megvan az oka. Tehát maradjunk abban, hogy számban ez a legtöbb. Emberáldozatban nem feltétlenül, mert ezek a szervezetek nem mindig hajtanak végre olyan merényletet, amely tömeges áldozatokkal járna, vagy nagyon sok közöttük az olyan, ami csak merénylet kísérlet és abban marad. Tehát tudjuk azt, hogy a részéről nagyon gyakran előfordult olyan, hogy már előre jelezték, hogy melyik telefonfülkébe fognak végrehajtani merényletet, de hát ez azért Spanyolország baszk részén, illetve hát Dél-Franciaországban egy pár alkalommal előfordult. Aztán a következő kategória a dzsihadista merényletek, és miért beszélnek arról a legtöbbet? Elnézést, mielőtt tovább lépnénk a dzsihadista merényletekre, még egy dolgot szeretnénk megkérdezni a szeparatista, nacionalista indítatású terrorcselekményekkel kapcsolatban, ami nem világos számomra. Tehát látom a számokat, látom a grafikonokat, de ahogy ön is mondja, az ETA kijelentette, hogy beszünteti a terrorcselekményt. Most nem tudom, egy terroristákkal, tehát hogy ezt mennyire lehet komolyan venni, akik tulajdonképpen nemzetközi bűnözőknek is tekinthetők, és ugye minden valamire való demokratikus államnak az alap elve az, hogy terroristákkal nem tárgyalunk, de ez messzire vezet vissza, és ebbe ez szétfeszíteni a műsor kereteit, hogy ennek a történelmi gyökereibe belemenjünk. Baszkföld, szeparatista törekvések, Barcelona, és így tovább. Ebbe most nem menjünk bele, de hogyha ezt most komolyan veszük, akkor ugye az ETA kilőve. Az IRA annyira felpuhult, idézőjelben mondom, és nem egyetlen cinikusan akarom ezt mondani, ez aztán mindenkinek jobb így, hogy ugye a Sinn Féin, mint amire szokták mondani, hogy az IRA politikai szárnya, azt tulajdonképpen átvette az irányítást, hosszú-hosszú évtizedek, rengeteg ember halála, nagyon sok vér van mögötte, hogy végül is az IRA föladta az erőszakos eszközeit, és inkább a politikai út mellett döntött. Tehát ilyen értelemben a három nagy európai szeparatista terrorszervezetből ugye kettőt kilőhetünk, vagy kivehetünk, mert az ETA azt mondta, hogy befejezi, az IRA a politikára és a parlamentre tette át a hangsúlyt, maradt Olaszország. Hogy lehet akkor mégis az, hogy ez a vezető terrorcselekmény motivációs szám? Ugyan más szervezetek is léteznek Európában, amelyeknek az a célja, hogy szeparatista politikát folytassanak, de nem alkalmaznak erőszakot. Tehát itt azon szervezetekről van szó, értem, amelyek erőszakot, úgy is mondhatom, hogy terrorcselekményeket alkalmaznak, és erőszak révén próbálnak nyomatékot adni a követeléseiknek. Na most az IRA belátta azt, már nem egyszer fordult ez elő, tehát korábban is volt ilyen, hogy azt mondják, hogy beszüntetjük. Én azért mondom, hogy ezt még azért nem kell készpénznek venni teljesen, és tulajdonképpen politikai eszközökkel küzdenek, nem hajtanak végre merényletet. Ettől függetlenül Európában a legtöbb merénylet azért, 270 körül volt a merényletek száma 2017-ben, 5 merénylet Európában. Tulajdonképpen ezek voltak a legtöbben, tehát a szeparatista merényletek. Ha pedig nézzük az ETA helyzetét, hát ők azért egy-két követelés megfogalmaztak, mert azt mondták, hogy jó, befejezzük, de akkor szeretnénk, hogyha azokat az embereket, amelyek börtönben vannak zárva, azokat kiengednék. Na most erre a kormány azt mondta, hogy ezt ne felejtsék el, tehát ez ebben nem lesz semmi, nem fogják szabadon bocsátani azokat az embereket. Felejtsék el, nem tárgyalnak velük, terroristák szabadon bocsátásáról nem fognak semmiféle engedményt tenni, és hogyha azt hiszik, hogy befejezik a merényleteket, az nem jelenti azt, hogy aki korábban merényletet hajtottak végre, azokat fölmentik, tehát erről szó nincsen. Úgyhogy ebből adódóan nem olyan 100% még az, hogy ez be is fogják tartani ezt az ígéretet, de egyelőre
el kell fogadni, ők azt mondták, hogy nem fognak hajtani, nem fognak végrehajtani menetet, meglátjuk majd talán évvégén, hogy hogyan alakul. Akkor várható, hogy 2018-ban az ilyen motivációjú terrorcselekmények száma csökkenni fog? Valószínű, hogy csökkenni fog, és hogyha csökkenni fog, akkor nyilván a második számú helyen álló merényletek száma fog a leginkább megnőni. Itt jön a dzsihadista merényletek száma. Most miért foglalkoznak ezzel többet? Hát azért, mert sokkal több halálos áldozatot követelnek, ez az egyik dolog, mert merénylet száma meg a halálos áldozatok száma, az egy más kérdés, az két dolog. A másik dolog pedig az, hogy ez viszonylag új merénylet Európában, tehát korábban ez nem volt gyakorlat. A harmadrészt 2015-től indult be ennek a sorozatnak a folytatása. Ugyanakkor azt is meg lehet állapítani, hogy 2016-tól csökkent a dzsihadista merényletek száma minden országban Európában. Azt is meg kell jegyezni, hogy Európában összesen 9 országban történtek dzsihadista merényletek. Ami azt jelenti, hogy az Európai Unió területén csak néhány országban történt merénylet. Hát azt látjuk is azért jó néhány országban. Nagy-Britannia, Spanyolország, Belgium, Németország, hát látjuk, hogy hol voltak, Svédország. Az igazság az, hogy itt is különbség van ország és ország között. Tehát a legtöbb merénylet Franciaországban történt. Igen. Tehát ezeknek a merényleteknek a száma annak ellenére, hogy csökkent, lakosságot rendkívüli módon irritálja, természetes dolog. Ugye a kormányzat igyekszik különböző intézkedéseket tenni a megakadályozása érdekében, de hát ez egy nagyon összetett kérdés. Ebben benne van a törvényhozás problématikája, a rendőrségnek, a jogainak a jobb érvényesítése, illetve hát a különböző dzsihadista ellenes mozgalmak, tehát magyarul a radikalizáció ellenes küzdelem, amit ugye deradikalizációnak hívnak, ami minden országban eltérő, más és más, de végül is nem lehet azt mondani, hogy nem vezetett eredményre, mert ha hosszú távon nézzük, akkor azért csak csökkent a merényleteknek a száma. De azon kívül, hogy a merényleteknek a száma csökkent, még a módszere is nagyon sokat változott. Tehát 2015-16 az volt egy ilyen csúcsév, utána ugye 17-ben már elég lényegesen csökkent, és kevesebb robbantásos merényletet hajtottak végre. Tehát amiket láttunk, és most már annak a száma is csökken, ezek az úgynevezett gépjárműves, tehát a ramming merényletek, amikor gépkocsival, bármilyen típusú gépkocsival, személyautó, terautó, autóbusz, stb. Rohantak bele ártatlan embereknek a gyülekezetébe, és hajtották végre a merényletet. Ma már inkább késes merényleteket látunk, már ez a ramming típusú merényletek száma is csökkent, ugyanakkor azt is látjuk, hogy ezeknek a száma is azért valamelyest csökkent az elmúlt időszakban, és hát tulajdonképpen Franciaország, Németország, illetve Nagy-Britanniára fókuszáltak. Lehet látni azt is, hogy számban csökkentek. Most a jelentés nem vonatkozik még 2018-ra, mert az nyilván jövőre fog kijönni, de ebben az évben nem sok késős merélet történt. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy például robbantásos merélet nagyon kevés van, tehát vagy ritka, vagy nem jár sikerrel. És ugyanakkor azt is lehet látni, hogy inkább magányos emberek hajtják végre, tehát nem csoportok, hanem egyéni merénylők szerveznek akciókat, hogy milyen motivum alapján, ez egy más kérdés. Ugyanakkor azt tapasztalható, hogy nagyon megnövekedett a eljárások száma. Tehát körülbelül 950-970 embert tartóztattak le, állítottak bíróság elő, főleg terrorgyanúval, és ugye ma már azt is büntetik a legtöbb országban, hogyha valakinek szándékában áll merényletet elkövetni, nem kell elkövetni a merényletet. Nőtt a büntetési tételek száma, hát nyilván igyekeznek az államok védekezni ez ellen a szörnyű cselekedet ellen, és igyekeznek olyan törvényeket elfogadni, ami hát visszaszorítja a terrorizmust. Most ez nyilván egy nagyon komplex kérdéskör, és nem lehet leegyszerűsíteni egy vagy két okra, de a dzsihadista merényletek számának radikális csökkenése, ami mindenképpen üdvözlendő jelenség, ki lehet-e emelni ezeknek egy vagy két vezér okát? Mondhatjuk azt, hogy fölnőttek az európai társadalmak már ehhez, kialakult egyfajta immunitás? Tehát a törvényhozás, a bűnüldöző szervek, a nemzetközi szervezetek együttműködési stratégiái, lásd Europol,
így van, kezelni tudják most már ezeket. Ugye nagyon sok meghiúsult merénylet van, nagyon sok megelőzést is tartalmaz a statisztika. Ez azt jelenti, hogy kialakult egy védettség az európai társadalmakban ezekkel szemben? Erre vezethető vissza leginkább? Jobban tudják kezelni. Tehát nem azt mondom, hogy tökéletes, mert tökéletes terrorellenes küzdelemről nem beszélhetünk. Történtek lépések, jobban tudják kezelni, igyekeznek feltárni azoknak az embereknek a tartózkodási helyét, figyelemmel kísérni a cselekedetét, akik gyanúsak, tehát a radikális személyek esetében. Ebbe bevonják a helyi lakosságot, akár a muszlim, tehát a muzulmán közösséget is, és természetes dolog, hogy a lakosság is jobban figyel, mint korábban. Mert ami mellett korábban elmentek és külsőben nem foglalkoztatta őket, látnak egy elhagyott csomagot, vagy valamilyen gyanús viselkedősű szemét, akkor már is bejelentést tesznek, hogy furcsán viselkedik, mint ahogy itt Budapesten is ugye éppen tegnap történt a Feredje repülőtéren egy olyan esemény, amikor valaki rendkívül zavartan viselkedett, nem azért, mert imádkozni kezdett, mert ez bárkinek joga imádkozhat repülőtéren, meg imádkozhat ott, ahol akar, de az a zavart viselkedés, amit az illető nyújtott, azt a reagálás váltotta ki, hogy bejelentést tettek, és pillanatokon belül az illetőt hát ellenőrzés alá vették. Tehát jobban figyel a lakosság, óvatosabban körülnéznek, ott, ahol éppen járkálnak, ez is nyilván hozzájárult ahhoz, hogy csökkent a merényletek száma. Nem beszélve arról, hogy ugye a szigorításokat, amiket bevezettek, azok a megnövelt számú rendőr járőrök, időnként ugye egyes országok esetében rendkívül állapot volt, vagy van érvénybe, ami azt jelenti, hogy fokozottabb ellenőrzés van, nagyobb rendőri jelenlét van, ahol a hadsereget is alkalmazzák, tehát tulajdonképpen az állam is védekezik úgy, amennyire tud, nyilvánvaló, hogy tökéletes védelem nincs, és nem lehet azt mondani, hogy ezeknek a merényleteknek a száma az meg fog szűnni, legfeljebb a végrehajtás módja, illetve tendenciában a száma, az valószínű, hogy változni fog. Most a dzsihadista merényletek első számú célországának számító országok közül négy, az első négy, Nagy-Britannia, Franciaország, illetve Franciaország, mert ugye ott történt a legtöbb merénylet, de egyébként a legtöbb megelőzött is, és a legtöbb eljárás is ott folytatták, úgy emlékszem. Franciaország, Nagy-Britannia, Spanyolország és Belgium, ezek egyértelműen posztkoloniális társadalmak. Tehát volt gyarmattartó társadalmak, ahol a bevándorlás a volt gyarmati státuszból fakadóan már több évszázadra vagy több évtizedre nyúlik vissza. Nagyon csábító, és nagyon adná magát a párhuzam, hogy itt egyértelmű összefüggést vagy megfeleltetést, okokozati összefüggést tegyünk a bevándoroltak lélekszáma vagy mennyisége és a dzsihadista típusú merényletek között. Megállapít-e a Europol éves jelentése egy ilyen összefüggést, vagy pedig nem, vagy ez egy nem létező összefüggés, ami csak a közvélemény fejében? Azt nem lehet mondani, hogy nem létező összefüggés, mert nyilvánvaló, hogy a bevándorlás, illetve a terrorcselekmények között kimutatható bizonyos esetekben összefüggés. De ha megnézzük a jelentést, és én a jelentésre hivatkozom, az azt mutatja ki teljesen egyértelműen valamennyi ország esetében, hogy a merényleteket azok az emberek hajtották végre zömében, akik itt születtek abban az országban. Annak az országnak az állampolgárai, tehát francia, német, brit, stb. Állampolgár, ami természetesen rendkívül módon zavarja a hatóságokat, mert ezek az emberek itt nőttek fel. Én nem mondom azt, hogy annak nincs migrációs háttere. Nyilván lehet, mert az apja vagy a nagyapja lehet mind a kettő külföldről bevándorolt személy, de mondjuk egy olyan ország esetében, mint például Franciaország, ahol a gyarmattartás egyértelmű, vagy Belgium igen nagy szerepet játszik, ott azért hát egy kicsit más a helyzet, mint Németország esetében, ahova nem a gyarmattartás miatt, hanem ők befogadtak egy csomó török vendégmunkát, és nem is azok gazdasági bevándorlók, és nem is a törökök hajtják végre a merényleteket,
hanem akik valamilyen módon átkerültek oda, akár Franciaországba is oda mehettek, vagy más európai országból. Hogy ennek a 2015-ben elkezdődött bevándorlási hullámnak milyen hatása lesz majd később a terrorizmusra, azt talán beszéljük még néhány év múlva, mikor ezek majd le tudnak telepedni, vagy nem tudnak letelepedni. Kúvályognak az ország különböző részén, nincs bevételük, mert mondjuk kiutasítanák őket, de nem találják, mert megszöknek. Ettől kezdve ugye nem sok lehetőségük van. Államtól pénzt nem kapnak, hogyha nem elérhetők az életük, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogyha elkapják őket, kiutasítják. Lehet, hogy akár sértődésből is, vagy a velük való bánásmód miatt kialakul bennük egy olyan érzés, ami motiválja őket terrorcselekmények végrehajtására. Nem mindig sajnos vallási indítatású. Nem mindig vallási indítatású, lehet annak bőven egyéni indítatású oldala is, akár mondjuk a barátját letartóztatták, vagy a barátjával valamit csináltak, elküldték az országból, tehát sok minden vezérelhet őket. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy azért vannak olyan emberek, akik azzal foglalkoznak, hogy keresenek megfelelő alanyokat, ezeket az alanyokat radikalizálják, és a mai radikalizációra nem az a jellemző, mint ami néhány évvel ezelőtt volt, hogy több éven keresztül próbálgatták, nézegették, hanem gyors radikalizáció, tehát 2-3 hét alatt gyorsan átalakítani az illetőnek a gondolatvilágát, és rádöbbenteni erről, hogy a legnagyobb jó tettet akkor követi el, hogyha valahol merényletet hajt végre. Tehát ez az úgynevezett gyors radikalizáció, amit szintén láttunk, és látunk a napjainkban is. Ez azért mindenképpen negatív tendencia. Most maradva még egy rövid ideig a dzsihadista merényleteknél, azt a Europol éves jelentése is kiemeli, hogy az egyik legaggasztóbb tendencia ezek a belső teremtésű terrorcselekmények, illetve terroristák, amikre ön is utalt az előbb. Tehát akik nem is első, ha egyáltalán bevándorlók, akkor sem első generációs, hanem másod vagy harmad generációs bevándorlók, de nem is minden esetben bevándorlók. Soha nem szerepeltek rendőrségi nyilvántartásban, soha semmilyen kapcsolatuk nem volt terrorista államokkal, tehát olyan államokkal, amiket a nemzetközi bűnmegelőző szervek, ugye, illetve az államok terrorizmus támogató államként tartanak számon, nem volt kibeutazás, tehát magyarán semmivel nem hívták föl magukra a figyelmet, mégis egyfajta valószínűleg ideológiai átnevelésnek, vagy valamilyen hatásnak kitéve, ahogy ön utalt erre, hetek alatt ki tudják képezni őket terrorcselekményre. Ez az úgynevezett homegrown terrorizmus, tehát a hazai neveltetésű terrorista, vagy belső neveltetésű terrorista. A terrorszervezeteknek ez az álma, hogy ezekből legyen a legtöbb. Mert az, hogy valaki megfordult Irakba, Afganisztánba, stb., az követhető. Tehát azok, akik elmentek az országból mondjuk Irakba vagy Szíriába harcolni, azok többnyire nyilvánosságra kerültek, hogy kik, vagy eltűnt a környezetéből is az alapján tudják, vagy nagyon sok szemét a török hatóságok átadtak annak az ország, legalábbis az adatait, akik Törökországon keresztül mondjuk kimentek Szíriába. Ettől kezdve az illető már benn van a nyilvántartásban. Nyomot hagytak maguk nyomot után, kiléptek, maga után, beléptek, tehát ez nem bekerültek jó, a rendszerbe. Nem jó azoknak a szervezeteknek, akik ilyen embert alkalmaznak. Ugyanez vonatkozik például a bevándorlókra is. Tehát akik jönnek, mint bevándorlók az országban, vagy migránsok az országba, és őket nyilvántartásba veszik, attól kezdve gond van, mert a nyilvántartásba vétellel ugye a új lenyomatot leveszik, esetleg egyéb más ismertetőjelet rögzítenek, bekerülnek a központi nyilvántartásba, kit keresnek legelőször ezek. Tehát ezek az emberek nem kifejezetten alkalmasak terrorcselekmény végrehajtására, úgyhogy ha azt akarjuk, hogy ne tudják meg, vagy nem öngyilkos merelőnél nincs külsőbb jelentőség, mert ugye nincs visszaút, az esetek többségében ugye ezek az életüket veszítik el, de úgy egyébként ezek elég nagy kockázattal járnak, és olyan értékesebb terroristát azért mondjuk nem cisztelő elküldeni egy migráns tömeggel, nem beszélve arról, hogy azért ott is vannak beépített emberek, akik figyelnek, és könnyen leadják a drótot, és rásütik az illetőre, hogy hát ez gyanús, ez az illető nem is ismer, nem tudom, honnan van, hatóságok mindjárt elkezdik az illetőnek a közelebbi figyelését. Tehát ebben elég sok kockázat van. Legjobb olyat keresni, ahogy ön mondta, soha nem volt külső
külföldön, nincs szakálla, nem jár mecsetbe, és ráadásul meg még szőke és kék szemű. Tehát meg ha még nő, akkor meg még jobb, bár a nők száma egyre alacsonyabb, inkább a Breiviket, ugye, aki egy teljesen egy Breivik, árja. Igen, hát igen, csak ő típusú figura volt. Abszolút, abszolút. Hát ő pont ellentétes oldalon, hát ő idegengyűlölő volt, ő meg nem volt, mert még most is él, ugye, egész jó börtönviszonyok között, de mondjuk ez a svéd börtönnek a sajátossága, hogy milyen úri körülmények között élő a börtönbe, és állandóan kéri, hogy akkor ezzel sincs megelégedve, meg azzal se, de ez egy más téma. A lényeg az, hogy ezek az emberek, mivel hazai neveltetésű terroristák, nagyon nehéz a kiszűrésük. Tehát ettől félnek a hatóságok a legjobban, mert semmiféle kapaszkodó nincs. A bűncselekményt nem követtek el, semmilyen nyilvántartásban nincs. Na most ezeknél is azt mondtuk, hogy ugye nem nagyon szerepelnek nyilvántartásba. Van egy pár, aki szerepel, de nem terrorizmus miatt, hanem mit tudom én, kábítószer, közlekedési szabálysértés, tehát nem terrorizmushoz kapcsolódó okok miatt szerepel az illető a bűnügyi nyilvántartásba. De hát ezt is inkább utólag szokták észrevenni, mint sem előre. Magyarán az a nacionalista propaganda, ami ugye a bevándorlással hozza összefüggésbe, illetve, sőt, kifejezetten a bevándorlás számlájára írja, és próbált ezzel félelmet kelteni sok választóban Európa szerte, az teljességgel okafogyott, hát, és nem igazolja vissza az Európol jelentés, illetve... Ezt nem én mondom, hanem az Európol jelentése. Van, tehát országra lebontva elemzi azt, hogy kik voltak a végrehajtók, és onnan származnak, tehát tettük kezdve nincs mit vitatkozni, ha Európol ezt mondja, akkor ezt az országok jelentése alapján tette ezt, a megállapítást. Világos. Tehát akkor azt megállapítatjuk, hogy az első számú, 2011-ben az első számú és legnagyobb számú terrorcselekmény még mindig a nacionalista szeparatista motivációhoz köthető, de ennek az aránya válhatóan radikálisan csökkenni fog. A második számú a dzsihadista már radikálisan csökkent 2016 után, tehát 2017-ben már második helyen van, és valószínűleg még ez is csökkenni fog. Mi maradt még? Ugye maradt a jobb oldali, hát van a szélső bal és szélső jobb. Na most a szélső bali indítatású merényletek azok inkább görög, ez az anarchista merényletek, ahol inkább Görögországban találkozunk. Tehát, hogyha megnézi az ember a listát, hogy melyik országban hány merélet volt, ez erre azt tudom mondani, hogy Görögországban is. Hát nem olyan rettenetesen nagy merényletek ezek, de hát minden esetre a lakosságot zavarja, hogy különböző zavargások történtek, és hát időnként halálesetek is vannak, vagy tüzet csinálnak, és egyéb dolgok, amiket kézigránátokat, tehát robbantásokat is alkalmaznak. Illetve ugyan a másik oldalról, tehát a szélső jobb oldaláról, az pedig maga a bevándorlás termeli ki. Tehát a bevándorlók elleni fellépés hozhat létre merényletet, ezek a szélsőjobb, illetve oda tartoznak még azok a szélsőjobboldali személyek, amelyek például mondjuk Németországban elég nagy szerepet játszanak, vagy azt tudnám mondani, hogy ez megy tovább egy kicsit keleti irányba. Németországnak inkább a keleti oldalán, tehát a volt NDK területén fordulnak elő ilyenek, a cseheknél, a lengyeleknél, szlovákoknál és a magyaroknál is. Tehát ez a szélsőjobboldali indítatású merényletek, azért emlékezzünk vissza, hogy nálunk is volt egy-két próbálkozás, meg nálunk is vannak ilyen szervezetek, amelyekre oda kell figyelni, és ezek a szélső kategóriába tartozik. Meg kell jegyeznem, hogy halálos merényletet nem követtek el. Tehát szervezkedés van, ezek a személyek összetartanak. Nyilván amennyire tudja a rendőrség, illetve a nemzetbiztonsági szolgálatok igyekeznek ezeket figyelemmel kísérni, de hát mint jelenség ezzel foglalkozni kell. Hát ezt egyértelműen a bevándorlással kapcsolatos félelmek is, frusztrációk, igen, táplálják, illetve a bevándorlók ellen irányuló tevékenységből származik. Vagy a népcsoportok ellen például. Tehát ilyen vagy is etnikumok fordul. Ellen, etnikumok lásd, roma gyilkosságok Magyarországon. Így van. Tehát ez is ebbe a kategóriába tartozik. Illetve a következő az úgynevezett a single issue-nak nevezik, tehát ez úgy fordítják magyarra, hogy tematikus merénylet. 2017-ben nem volt ilyen. Tematikus merényletek közé tartoznak olyan merényletek, amikor valami ellen tiltakoznak. Mondjuk például abortusz témakör,
vagy környezetvédők ne építsünk atomerőművet. Greenpeace-hez kapcsolódó, tehát ezek az úgynevezett tematikus mehetek egy adott témához kötődik, statisztikában benne van, de minimális. Tehát gondolom, ezek nem élet ellen szoktak irányulni, általában nem. Mondjuk nem. Objektumok ellen tüntetéseket szerveznek, szimbolikus tárgyakat vagy objektumokat próbálnak körbevenni. Nem jellemző, hogy embereket támadnának meg. Inkább esetleg objektumokat, vagy gyújtogatás, meg ilyen egyéb a zavargások, közbiztonságot veszélyeztetik. Szélső baloldali, illetve anarchista csoportokhoz visszatérve egy gondolat erejéig, a Bader-Meinhof csoport, illetve a Vörösbrigádok ezek szerint már a múltét. Ugye ők már nem nagyon hallatnak Ezeket kiirtották már, úgyhogy ez gyakorlatilag a múlti. Nem mondtam azt, hogy nem jöhetnek elő, hasonlóak, de ez már a történelem kategóriájába tartozik. Tehát Németországban, Olaszországban ezek a szélsőbaloldali terrorista csoportok felszámolódtak. Tehát a hatóságok közbelépésére. Igen, nem volt életellenes tevékenységük, de nézzük meg például Hamburgba, amikor volt a csúcs találkozó, ugye? Hát ott azért rendesen felforgatták ezt, igen, a várost olyannyira, hogy a hatóságoknak nem volt információk erről. Tehát egy olyan összefogás mutatkozott, ezek a jól tudom szélsőjobboldali személyek voltak, németek, akik hát órákon belül gyakorlatilag rommalmaszá változtattak néhány utcát Hamburg belvárosába. Ez a G7 csúcsértekezleten, az előző G7 csúcsértekezleten, amire nem számoltak a németek. Tehát egyszerűen el sem tudták képzelni, hogy ilyen legyen. Számoltak tüntetéssel, de hogy ilyen erővel, ilyen pillanatokat nagyon gyorsan, hát ott végigmegy egy jó pár ember, felgyújtják az autókat, beverik a kirakatokat, meggyújtják az autókat, tüzeket okoznak. Tehát ez egyértelműen szervezett akció volt. Abszolút szervezett akció volt, tehát ez lehetett látni, hogy ezt erre készültek előre, és ezt így hajtották. Na ez a szélső kategóriába tartozik, mert ez inkább az volt. Inkább az volt. Hát, hogy aztán melyik ország hogyan minősíti, meg mit határoz meg, az is érdekes, mert a briteknél például nem mondják meg, hogy mi az ok. Tehát a motivummal ők nem foglalkoznak. Mm-hmm. Ők csak azt mondják, hogy merélet. Tehát ez az ő sajátosságuk. Minden ország itt azért külön, a különböző országok különféleképpen vezetik a statisztikát, igen, különféleképpen értelmezik az egyes. Igen, annak ellenére, hogy a Europol kiadja azt, hogy mikre kell figyelni, és milyen szempontok alapján kell összeállítani. Például a motivumokkal, azokkal nem nagyon sokat de foglalkozik. De valaki nem foglalkozik a motivumokkal, azt azért megadják, hogy mennyi merélet volt. Hát nyilván ez média révén az, hogy csak elterjedt az országokban, tehát azért tudják, hogy hol mi volt, meg a tévé ezeket azonnal átveszi, tehát azért ezeket tudják. De úgy egyébként pedig hát adott téma, adott kérdésekre kell válaszolni a európai jelentéseknél, tehát itt nem össze-vissza kell különböző dolgokat leírni, és ebből vonják le azt a következtetést, ami jellemző manapság, hogy milyen trendekkel kell számolni, mert tulajdonképpen ugyanezekkel a trendekkel kell számolni a jövőben is, vagy ezeknek a keveredésével, mert lehet keveredés is. Na most mindenképpen beszélni kell a világszinten számon tartott két legveszélyesebb terrorszervezetről, az Al-Qaeda-ról és az ISIS-ről, vagy Daesh-ről. Ugye a 2000-es években az Al-Qaeda-hoz kötötték a legtöbb, legveszélyesebb, legnagyobb terrorcselekményeket. Azt úgy tűnik, hogy részben legalábbis sikerült felszámolni, legalábbis a vezetőjét a sajtónyilvánosság közreműködésével, ezt nagyon idézőjelbe teszem, likvidálták. Nekem azért erős kétségeim vannak, hogy az ott valóban Osama Bin Laden volt-e, akit sikerült tetten érni és likvidálni. Nagyon gyorsan eltüntették a nyomait, éjszaka temették el, semmifajta nyilvánosságot nem adtak neki, nem volt ellenőrizhetőség az egészben, nagyon sok gyanús körülmény van ezzel kapcsolatban. Mindenesetre az Al-Qaeda visszaszorult kétségtelenül. A 2010-es években viszont a Daesh vagy ISIS feltört, és kétségtelenül nagyon sok zavart elmélyű és lelkivilágú európai és amerikai fiatalember számára is vonzerűt gyakorolt. Most mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Ugye ezzel is foglalkozik a Europol jelentés, ugyanis Szíriában azért jelentősen megváltoztak az erőviszonyok, az ISIS óriási teret veszített, nagyon megcsappant az ISIS terroristáknak a száma,
Hogyan alakul most ez az Al-Qaeda, ISIS erőviszony, erőarány, vonzerő szempontjából? Igen, hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Tulajdonképpen a két szervezet egy tűből fakad. Egy tűből fakad, és ez nem más, mint a dzsihadista ideológia. Ugyanezt követi, csak egy kicsit más módszerrel az ISIS, tehát amit eredetileg csináltak Afganisztánban az Al-Qaeda részéről, és az Al-Qaeda terjedt ugye különböző területeken, elsősorban a Közel-Keleten, illetve afrikai országokban. Azzal, hogy gyakorlatilag Afganisztánban szétverték, átköltöztek Waziristánba, csak a központja, de azokat is állandóan támadják, még ma is, tehát folyamatos támadásnak vannak kitéve. Hát ez egy törzsi területen élnek, ahol a pakisztáni rendőrség nem tud bemenni, hadsereg se tud bemenni, tehát őket inkább felülről szokták piszkálni, vagy drónokkal, vagy repülőgépekről bombákat dobnak, amennyiben azonosítani tudják őket, hogy merre mozognak, de hát nyilván nem használnak olyan eszközöket, ami alapján saját magukat felfednék. Attól függetlenül a fő ideológia az onnan jön. Legfeljebb mondjuk média lehetőség nem nagyon van, nem tudják eljuttatni az anyagot. Hát és erről a tűről nőtt ki Irakban az ISIS, illetve a Daesh, arab neve. Nem. Egy és ugyanaz. Így van, ugyanaz. Azért van itt egy óriási különbség. Nyilván az ideológiai gyökér az azonos. Nyilván a sok konspirációra okot adó CIA, illetve amerikai részvétel a szervezésben szintén azonos vagy hasonló lehet. Viszont van egy óriási különbség a két szervezet között, már amennyire én tudom, bár nem tartom magam egyáltalán szakértőnek ebben a kérdésben, de míg az Al-Qaeda elképesztő amatőr módon használta a médiát, 80-as évekbeli VHS mágnes szalagos kazettás rögzítések, szemcsés, alig látható, alig felismerhető, néhány perces videókban próbálta kommunikálni a világgal. Ezzel szemben az ISIS az abszolút high-tech, tehát valószínűleg szakértő gárdáik vannak, akik ezzel foglalkoznak. Perceken belül feltöltik a YouTube-ra a full HD minőségű felvételeket a lefejezéseikről, a kivégzéseikről, a különféle szörnyűségeikről. Nagyon profin alkalmazzák az internetet, a közösségi médiát, nem csak a toborzásban, hanem a terrorcselekmények előkészítésében is. Tehát itt azért van egy ég és föld különbség, mint hogyha az Al-Qaeda teljesen megragadt volna a 20. században, az ISIS pedig, vagy Daesh pedig törőmetszett 21. századi társaság. Azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy amikor az Al-Qaeda aktív volt, akkor más volt még a technika is. Tehát még az internet lehetősége is más volt, a YouTube is más volt. Tehát ők, önálluk körülbelül egy olyan 2-3 hét kellett, de volt, hogy egy hónap, míg a felvételtől valahol ez adásba kerülhetett. Mert ezt sok területen át kellett mozgatni. Miért? Mert a CIA meg a világ legtöbb titkosszolgálata ezeket a felvételeket analizálja, amennyire csak lehet. Próbálják megállapítani, hogy kik ezek a személyek, és hol történhetett a felvétel. Na most ezért vannak olyan hátterek, vagy semmilyen háttér, ami lepján nagyon nehéz megállapítani. Azóta a technika fejlődött, és természetesen az ISIS, mint iszlám állam, mert ugye azt kell mondani, hogy ők létrehozták a kalifátust. És ez a kalifátus, ez megsemmisült. Azóta sokkal többet tudunk róluk, mert sikerült ugye elfoglalni olyan helyeket, ahonnan néhány bizonyíték előkerült. És mint ideológia, tehát az iszlám állam ideológia nem szűnt meg. Azt elment különböző területekre. Hát ezt látjuk ugye a sínai félszigetől kezdve, a Boko Haramon keresztül különböző afrikai volt Al-Qaedához kötődő vagy köthető terrorszervezetek esetében. Sőt, a kibertérbe is. Meg a kibertérbe is. Kiberkalifátus is van, kiberparancsnokságuk is van, fővettek egy csomó olyan szakembert, akik a számítástechnika területén otthon vannak. Na most ezek meg tudják csinálni azt, hogy a internetre fölteszik, nem televízióba adják ezeket a dolgokat, hanem az interneten. Most az internet a legjobb lehetőség arra, hogy toborozzunk embereket, különböző híreket bedobjunk, adott esetben pénzt továbbítsunk, kiképzést nyújtsunk, elmagyarázzuk azt, hogy hogyan lehet a dark webben keresztül mondjuk különböző robbanóanyagokat előállítani. Tehát a mai lehetőség összehasonlíthatatlan
ahhoz az időszakhoz képest, amikor az Al-Qaida kialakult. Ebből adódóan, és ez a jelenlegi európai jelentésben is benne van, és a Europolnak az egyéb ilyen témával foglalkozó jelentésében, hogy két dologra kell odafigyelni, de nagyon. Az egyik a pénz továbbítása, tehát ki hogyan biztosít ezek számára pénzt. Mert pénz nélkül nem működik a terrorizmus, függetlenül attól, hogy nem sok pénz kell hozzá. A másik pedig a média. Tehát a média az borzasztó sok hasznot tud hozni a szervezetnek. Mit kell csinálni? Le kell szedni ezeket az anyagokat a médiáról. Ne tudják terjeszteni. Nem egy könnyű dolog. Tehát ezzel nagyon, nagyon sokat foglalkoznak, és igyekeznek rájönni, vagy törölni, vagy megváltoztatni, uram, bocsánat, meghamisítani azokat a dolgokat, amelyeket a terrorszervezetek felraknak. Most pontosan tudják a hatóságok, akik ezzel foglalkoznak, hogy ez a két terület az, amire nagyon oda kell figyelni, akár mondjuk a radikalizás szempontjából is, mert a radikalizálódást is nagyon szépen lehet az interneten keresztül terjeszteni. Nem kell személyes találkozó hozzá. Fölmegy az internetre, és az, amikor az előbb azt mondtam, hogy gyors radikalizáció, hát ezt az internet nagyon elősegíti. Na most azt kéne megszüntetni, vagy korlátozni, hogy ne jusson fel ez az internet, ne jelenhessen meg, ne lehessen lehívni. Hát ez még nem megy. Hát persze, illetve nem persze, de hát ez érthető, hiszen az internet az mindez idáig a szabadság korlátlan tere volt, és ez a szabad világban, a szabad demokratikus nyugati világban ez elvitathatatlan a jog, a kommunikációnak a joga, és ez így is van jól, és így is van rendben. Más kérdés, hogy egy ellenséges ideológia éppen ezt használja föl, mint egy részt, és fordítja a nyugati szabad világgal szemben ezt a fajta szabadságot, hogy itt nincs állami kontroll, meg nincs, és nem is lehet technikailag sem, illetve lehet, mert ugye Kínában is le tudták kapcsolni az internetet, meg bizonyos országokban ugye politikai ellenzéki mozgalmak korlátozására próbálták korlátozni az internetet, de ez csak részben lehetséges. Most próbálj ezt meg Németországban, vagy Franciaországban. Hát nyilván Németországban, az Amerikai Egyesült Államok a Franciaországban, ezt nem lehet megcsinálni, vagy Nagy-Britanniában ez lehetetlenség. Hogyan lehet akkor mégis harcolni ez ellen? Tehát ugye a dark web, amit tulajdonképpen a 90-95%-át jelenti a teljes webnek, tehát a láthatatlanban van a nagyobb része, azon, tehát föl vannak készülve erre, akár a Europol, akár a CIA, akár az FBI, akár más nemzetközi üldöző szervek, hogy a terrorizmussal a kibertérben vívják meg a harcukat? Követni tudják az eseményeket. Tehát amik mennek, azokat nagyjából lehet követni, ha van egy jó program, meg vannak automata figyelő rendszerek. De hogy megszüntetni nem tudják, abban én majdnem biztos vagyok. Tehát ez lehetetlen. Próbálkozni lehet, de megszüntetni szerintem nem fog sikerülni. Hát erre alapul a kiberterrorizmus, sőt, ugye még ráépül az egész tevékenységük, és gyakorlatilag egy meddő próbálkozás, de hogyha nem csinálnák a ellene folytatott küzdelmet, akkor még jobban elterjedne. Tehát nyilván van eredménye is ennek, meg igyekeznek bizonyos témákat leszedni, akár nem tudom a dark web, nem foglalkozom a dark web-ben, nem ismerem, hogy hogyan működik egyáltalán, és miket lehet ott kihalászni, mert ennek az elég komoly kockázata van, hogyha valaki ezen próbálkozik. Nem mondjuk beszed olyan vírusokat, amit utána nehéz kiirtani, tehát ez nem kockázatmentes, de hatóságok igyekeznek erre is odafigyelni. Hát ennek már szenteltünk egy külön műsort az ön egyik kollégájával, igen, aki szintén a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanít, és kifejezetten ez a specialitása. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas és érdekes terület. És hát persze nem szabad ilyet mondani, de hát azt hiszem, hogy a közvélemény boldogan belemenne abba, hogy inkább gazdasági jellegű és informatikai központok elleni terrorcselekményekre, terrortámadásokra kerüljön át a hangsúly, és ne az emberi élet és személy elleni erőszakos cselekmények. Sőt, ma már ilyen kifejezéseket használnak, hogy kilőjük ezeket a szervereket, ahol ezeket elhelyezik, ha megtudjuk, hogy hol van, vagy megtudják, hogy hol van. Tehát itt azért elég keményen folyik a harc ezen a területen. Hát ez egy új tér, úgy hívják, hogy kibertér. És aki ott nagyobb eredményt tud elérni, az győz. Ugyanolyan, mint a háború, csak ez a kiber világában történik.
lehet-e megállapítani olyat, hogy melyek jelenleg a legveszélyeztetettebb országok bármilyen motiváció terrorizmus szempontjából, a merényletek száma, a letartóztatások száma, a lefolytatott eljárások száma alapján, illetve a meghiúsított támadások száma alapján? Ez a kérdés, hogy milyen területét vizsgáljuk a világnak. A legtöbb támadás nyilván azokon a területeken történik, és most nem Európáról, hanem a világról beszélek, ahol háborúk zajlanak. Tehát Irak, Afganisztán, Pakisztán, ahogy nincs háború, de rengeteg terrorcselekményre kerül sor, és természetesen Szíria, Jemen, néhány esemény azért történik Líbiában is, tehát ahol háborúk vannak, magasan ott van a legtöbb terrormerélet, és ott van a legtöbb áldozat. Hogy mennyit vonnak ezek közül felelősségre, az már azért nem így van, mert talán az Európában a felelősségvállalás meg a letartóztatások száma magasabb, mint ezen országok esetében, de is ha visszautalhatok egy pillanatra arra, hogy az Al-Qaida és az Iszlám Állam között mi volt a nagy ütközési pont, pont ezen a területen vesztek össze, mert azt mondta az Al-Qaida, hogy ti megvagytok őrülve, ti a muzulmánokat írtjátok, ott hajtotok végre merényletet, Afganisztánba, Szíriába, miért kell a saját testvéreinket ölni, miért nem mentek Európába, miért nem mentek Amerikába. Az Iszlám Állam ugye, hát ezeket nem fogadta el, és emiatt a Al-Qaida központi vezetésével voltak némi ellentétek. A másik dolog pedig az, hogy az Iszlám Állam elkezdett terjeszkedni Afganisztánba is, hát meg több távol-keleti országban is, mert mi csak ugye ezt az európai meg a közel-keleti térséget látjuk, és a többivel kevésbé foglalkozunk, mondjuk Afganisztánban talán többet. De Afganisztánban meg a tálibok azt mondták, hogy ide ti nem kelletek, így nekünk nem kell Iszlám Állam. Ott is létre akartak hozni, sőt volt is egy viliát, egy kis szervezete az Iszlám Államnak, amit keményen támadtak az afganisztáni tálibok. Tehát itt tulajdonképpen a dudás és a csárda, két dudás és az egy csárda esete áll fenn, akik azt mondták, hogy ide nem kell az Iszlám Állam. Tehát ezzel is összevesznek. Van egy jó pár téma, amiben azért nem egyeznek meg, és még most is van feszültség a két szervezet között, de úgy néz ki, hogy most egy olyan irányba megyünk, hogy valamelyik szervezet, a leányvállalatok közé, úgy szoktam hívni ezt, hogy leányvállalatok például mondjuk a Boko Haram, vagy az Al-Qaida az arab Magrebben, vagy mondjuk a sínai félszigeten a különböző radikális iszlám szervezetek versenyeznek egymással, hogy ki legyen a vezető szerep. Ez még nem dőlt el. Ki legyen a iraki, illetve a szíriai iszlám államnak az utóda, aki tulajdonképpen vezetheti ezeket a különböző szervezeteket. Ezeket nyilván, hogy próbálják egymás közül kiválasztani, támogatni, vagy harcolni egymás ellen, az jó, ha egymás ellen harcolnak. De tulajdonképpen ez valahogy úgy realizálódik majd, hogy merényletet hajtanak végre. De visszatérve a kérdésre, ugye az első a közel-keleti térség, a legtöbb merélet történik. Ha megyünk Európába, vagy jövünk vissza Európába, akkor azt tudom mondani, hogy általában azon országokban van a legtöbb merélet, amelyek gyarmattartók voltak, és vissza szeretnék kapni azt, amit, vagy visszaadják azt, amit annak idején tette, elnézést a durva kifejezésé, amit tettek velük a gyarmatosítók annak idején. És azt mondják, hogy hát nekünk is voltak jogaink, ti nem vettétek figyelembe, meg most szeretnénk mi is visszakapni azt, amit mi úgy gondolunk, hogy a mi részesedésünk. És talán másképp jelentkezik ez a fiataloknál, akiknek rosszabb a helyzete, akiknek nem biztos, hogy jut munka, nem biztos, hogy tudnak iskolákba járni, ellentétben azokkal, és perifériára szorulnak, ellentétben mondjuk a szüleikkel vagy nagyszüleikkel, akik jöttek ugye Európába, mondjuk Belgiumba is például hányan jöttek Kongóból, akik ugye dolgoztak, bányákba dolgoztak, itt dolgoztak, ott dolgoztak, a mai fiataloknak, nagyon soknak nem adódik meg az a lehetőség, és azt mondja, hogy hát én miért vagyok rosszabb, mint a itt élő úgy egyébként fehér ember, meg hát nem olyan származású, mint én vagyok. És emiatt ugye ők azt mondják, hogy úgy érezzük magunkat, hogy teljesen ki vagyunk szorítva a társadalom
Ból. Ebből következik egy radikalizáció. A radikalizációban meg lehetnek könnyen szervezetek. Aztán még azt nem is számolom hozzá, hogy vannak olyan imámok, akik arra figyelnek, és az a dolguk, hogy válasszák ki, hogy téged, lehetnek különböző merületekre rábeszélni, vagy a te hibádat én megpróbálom kihasználni arra, hogy téged radikalizáljak. Na most ez is érdekes dolog. Magyarországon történt-e az elmúlt években dzsihadista vagy bármely más vallás indítatású terrorcselekmény, illetve megelőztek-e ilyet a hatóságok? Jó. Előkészületei esetleg voltak. Jó a kérdés. Magyarország két helyen szerepel a Europol jelentésében. Az egyik az arról szól, hogy két embert őrizetbe vettek, nem merélet elkészítés, hanem dzsihadista tevékenység gyanújával. Nagy valószínűséggel, nem tudom kik voltak ezek, de nagy valószínűséggel nyugatról jött a jelzés, hogy ezeket el kell kapni. Annak idején benne volt a médiában is, hogy mentek volna a vonattal kifelé déli irányba, és ezeket letartóztattak. Tehát ehhez megvolt az információ, megvolt a név, hol fog, őrizetbe vették. Ez az egyik dolog. Átutazóban voltak. A másik dolog, amit úgy megemlítettek a magyar hatóságok, és benne van a jelentésben, az, hogy elég sok radikális személy utazott át Magyarországon. Sőt, az is benne van, hogy voltak közöttük, meg vannak is, közöttük olyanok, akik hosszabb időt töltenek el az ország területén. Most ezt én úgy értelmezhetem, hogy akár pihenési céllal, tehát pihentetik őket, mert arra mondjuk ez az ország tökéletes, el lehet itt nyugodtan pihengetni. Hát Ilyich Ramírez Sánchez, ismertebb nevűen Sakának volt is volt rezidenciája. Volt már ilyen, a Rózsadombban, pihentek, igen. Mondjuk nem a kormányzat segítségében nyilván, de találnak helyet, hát végül is, hogyha valakinek van pénze, Magyarországon azért talál magának helyet, ahol el tud pihengetni, sőt váltogathatja is a helyeit, még akkor is, hogyha nyilván tartásba veszik, mert mondjuk nem tilos szállodába bemenni és ott eltűteni néhány éjszakát, és teljesen mindegy, hogy bejelentik, vagy nem, hogy gyanúfodott áll, akkor nincs probléma. Meg van egy tisztességes okmánya, ami alapján azért lehet tölteni. Na, ezt a két dolgot emelte ki a jelentés, hogy egyébként pedig mindenki tudja, hogy a 1991. december 23-i merénylet óta, amilyen Ferihegyi úton volt, és ezt a vörös hadsereg, vagy vörös brigádokhoz kapcsolódó merénylet volt, Magyarországon terrorcselekmény nem történt, dzsihadista meg pláne nem, mert az nem dzsihadista volt, hanem szélső baloldali ilyen indítatású merénylet. Tehát a kérdésem, a válasz az, hogy hát ez az aszimmetrikus küzdelemnek a lényege, hogy tulajdonképpen hát fenntartunk elég nagy szervezetet, elég sokan foglalkoznak ezzel a témával, és hát a költségvetésben is ezért van ennek nyoma, mert 14 milliárd az 14 milliárd mondjuk egy évben, amit költünk, na most ahhoz képest mennyi merénylet van. Akkor mire költjük? Jó a kérdés, sok minden össze mire megy a pénz? Sok minden össze van kapcsolva, mert ugye aki ezzel foglalkozik, szervezet, az más feladatot is végrehajtta. Most, hogy ebből milyen az elosztás, mennyi megy terrorizmus ellenes küzdelemre, mennyi megy személyi védelemre, vagy mennyi megy rendőrség. Van egy hatalmas apparátus a terrorelhárító központnak, de terrorcselekmény... Igen, csak a terrorelhárító központot úgy csinálták, hogy sok feladatot hajt végre. Tehát tulajdonképpen kiemelt vezetők... A akció az nem terrorcselekmény. Az nem terrorcselekmény. Mégis hát nem biztos, hogy jó a kifejezés. Tehát nem biztos, hogy terrorista, vagy terrorista ellenes központnak, terror elárító központnak, mert nem ez a fő profilja, mert hogyha mondjuk itt a nagy veszély lenne, akkor azt mondanám, hogy rendben van, mondjuk azt mondanám, hogy különleges erők például. A rendőrség különleges ereje, vagy erői. Attól kezdve nyilván rá lehet bízni, mert azt mondom, hogy kiemelt vezetők védelme, olyan bűnügyekben való aktív fellépés, mert mondjuk azt el kell ismerni, hogy a terrorelhárító központ ezeket a letartóztatásokat, a veszélyes bűnözőknek a őrizetbevételét kiválóan csinálja. Nemzetközi szinten versenyeket nyernek, sok területen nagyon jól tevékenykednek, ugyanakkor hát hála Istennek, hogy mondjuk nincs ilyen probléma, hogy terroristákat kéne fogni, de hogyha megnézzük mondjuk a szomszédos országokat, ugyanezt tudom mondani. Szlovákoknál sincs terror esemény sok, meg a cseheknél sem. Lengyeleknél volt néhány, benne van a Europolnak a jelentésében. Románoknál is 3-4, amit úgy őrizetbe vettek, de terror eseményről én nem hallottam. Tehát nyilvánvaló, hogy nincs, de ebben benne van az, hogy ennek van egy másik oldala is, a terrorellenes küzdelemnek a megelőzés.
Na most ezt nem biztos, hogy darabszámmal lehet mérni. És nem biztos, hogy ennek a hasznát forintba ki lehet fejezni, mert hogyha forintba akarjuk kifejezni, akkor azt mondom, hogy az egész fölösleges. Értem. Lejárt a műsoridőnk, úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem a beszélgetést. Nagyon-nagyon értékes és informatív beszélgetés Kis Benedek Józsefnek. Köszönöm szépen, hogy itt volt és eljött és megosztotta velünk ezeket a tapasztalatait és ismereteit. Köszönöm szépen a meghívást. Nézőinktől is elbúcsúzunk, köszönjük figyelmüket, további szép napot és szép estét kívánunk. Tartsanak velünk a jövő héten is, várjuk Önöket a képernyők előtt. A viszontlátásra!